Dusanovónak mintegy 600 lakosa van, ennek körülbelül 70%-a magyar. A falunapot hagyományosan július 7-én, Iván, a falu védőszentjének napján tartják. Ekkor megkoszorúzzák a fasizmus áldozatainak emlékművét a parkban, és misét tartanak a nagyfényi templomban. A dusanovói falunapon most először szerveztek halászléfőző versenyt. A rendezvényen nem csak helybeliek vettek részt, a környező településekről is. Halászlé azt főzöm, hát a hagyma, bors, só, törött paprika, meg a szeretet, amit mindent beleteszek. Nagyon szeretem csinálni, akárhova hítunk, mindig elmentünk. Voltak díjaim is, első, második, harmadik is, külön díj is. Hát meg vagyok elégedve, és szeretek elmenni. Nekünk az a fortunánk, hogy van itten két tapasztalt vajtársunk, tagunk az önkéntes tűzoltó testületnek, aki ezt a halfőző részét vállalta, aki remélem, hogy sikeresen is fogja végrehajtani, mert már több ilyen versenyen részt vettek, és eredményesek. A hagyományosan Iván napján rendezett falunapon Bumford Tivadar, a szabadkai városi képviselőtestület elnöke adta át a verseny három legjobbjának járó díjat, amely egy serleg és egy emléklap volt. Tudomásom szerint itt Dusanovóban olyan az a kivételes közösség, ahol a magyarság lassan most már többségben van, tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ilyen rendezvény, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk, élünk, és hogy izmosodjon ez az esemény minél jobban a következő években. A délutáni főzőversenyt este 7-kor egy labdarúgó mérkőzés követte. Danas imamo utakmicu fudbalsku između Solida i Bačkog Dušanova i posle toga muzika i veselje do zore. A focisták a pályán, a bográcsokban a hal, de ezen kívül más programok is várták az érdeklődőket. A tervek szerint jövőre még színesebb programokat rendeznek a dusanovói falunapokra.